Soros György által bőkezően támogatott 444 hétfőn, 12 meg az operatív törzs tájékoztatója után nem sokkal öles betűkkel kürtölte a világba a nap szerintük legfontosabb hírét. Müller Cecília beleszállt a New York Times-ba. Ez volt a Cinkózi Sándor által jegyzett cikk címe. Persze sokkal erősebb címet is lehetett volna adni, mondjuk Müller Cecília nem csak úgy simán, hanem két lábbal, páros lábbal szállt bele a New York Times-ba. Vagy hogy Müller kivágta a szívét. Esetleg élve megnyúzta azt a New York Times-t, amiben 2018-ban 3 millió dollárt fektetett be Soros György Csopika. Jó, persze a drága Gyuri bácsi csak egy 157 éves jóságos villantróp, akit mi fasiszták meg sem érdemünk. Egyébként is elnézést kérek, hogy szóba hoztam Soros úr nevét, hibát követtem el, a sorosozás bűnébe estem, ezért alázattal fogom elfogadni méltó büntetésemet, azt, hogy egyetlen független objektív újságírói díjra sem fog felterjeszteni a magasságos szakma az elkövetkező 30 évben. Ami talán nem is akkora baj. Szóval Müller Cecília beleszállt, kiontotta a vérét, megbecstelenítette bűzölgő, még ki sem ült tetemét, majd egy jelöletlen sírba dobta a New York Times-t. Hát hogy Sanyi, így kell ezt csinálni. Van még mit tanulnod a nyugati fénytől, meg az ezalényeg.hu-tól. Se baj, fel a fejjel, lesz ez még jobb is. De nézzük ennek a bizonyos New York Times cikknek a szerzőjét, az urat Benjamin Noveknek, mucsajul Novák Benjaminnak hívják, aki egészen véletlenül a 444 munkatársa, és aki nem sokkal azután kezdett innen Budapestről a New York Times-ba publikálni, hogy az a csodálatos ember, igen, ő, ami Soros Gyurink bevásárolta magát a labba. Először 2019. novemberében találkozhattunk a szerző nevével, amikor szóról-szóra, betűről betűre pontosan ugyanezt a kis bűvész trükköt próbálta előadni Soros György hírportálja. Azaz a 444 munkatársa írt egy lejárató cikket a magyar kormányról Budapestre, ami aztán megjelent a New York Times-ban, mint a New York Times magyarországi riportja, amit Budapesten aztán visszaszemlézett a 444 úgy, mintha már a New York Times érdeklődését is felkeltették volna a hazai történések. Jól bevált recept, ügyes csel, de már akkor is lelepleződött a mutatványuk. Üsse Kavics azóta is többször megpróbálkoztak vele, legutóbb ugye most hétfőn, mert az Orbán vérére szomjazó ellenzéki olvasók imádják azt látni, hogy még a New York Times is a magyarországi diktatúra miatt aggódik. Ilyenkor persze a komplett független objektív hadtest is át szokta venni a New York Times cikkét, nyilván csak azokat a lényeges információkat elhallgatva, hogy az írást a 444 munkatársa írta itt Budapesten, majd küldte el New Yorkba, meg hogy ezek a baromira független újságok, mind a 444, mind a New York Times Soros lélegeztető gépére vannak kötve. Na viszontlátásra!